Ebben a videóban próbáltam számotokra összeszedni olyan dolgokat, amik eléggé valószínűek, hogy be fognak következni. Persze nem 100%, régen is mondtak olyanokat, hogy itt repülőautók lesznek már 2020-ra, neonvárosok, minden. Nézzétek meg például a régi filmeket, tehát ez egyáltalán nem 100%, de mégis próbáltam olyanokat, amivel azért annyira nem lehet félrelőni. Írd le kommentbe, hogy melyiknek örülni a legjobban, hogyha bekövetkezne, és melyiket utálnád. Az utazás. Elég jó kérdés, hogy 2050-ben mi lesz, milyen autók lesznek, ha lesznek egyáltalán, hogyan fog változni a közlekedés. Hát valószínűleg eléggé óriásit fog, az biztos. Már most is eléggé komoly szintekre eljutottak például az elektromos autók, nézzétek meg például a Teslát, egészen valószínű, hogy a világ ebbe az irányba fog mozdulni. Az önvezető autók felé már most is elég komoly kísérletezések mennek, az automatizált járművek fognak valószínűleg elterjedni, a kamionokat is teljesen tovább lehet fejleszteni. Meg fogják sokkal jobban minimalizálni a baleseteket az emberi pontatlanságok miatt, mivel általában az ilyen automata rendszerekben is az egyetlen hiba tényező az ember lehet. Az is egy opció, hogy majd választani lehet, hogy te csak pihenni szeretnél a kocsiban úgy ellenni, vagy szeretnél is tevékenykedni és részese lenni, mivel azért az emberek ezt is igénylik, azt figyelembe kell venni. A Hyperloopnak van egy olyan projektje, azzal kísérleteznek, hogy hogyan lehetne a közlekedést sokkal gyorsabbá tenni. Ezzel a következő Hyperloop vannal kísérleteznek, aminek az a lényege, hogy próbálják a legpraktikusabb, leggyorsabb közlekedést létrehozni, például nézzük meg ezt a tesztet. Elektromágneses levitációval próbálják ezt megalkotni, és hogyha minden jól menne, 310 km/h-val közlekedne. Megpróbálnák ezt annyira maximalizálni, hogy ez legyen a legolcsóbb, a leggyorsabb és a legtisztább. A 3D technológia. Már napjainkban is eléggé durva dolgokat lehet létrehozni 3D nyomtatók segítségével, akár már például komplett házakat, épületeket hoznak velük létre. Jó, persze ez nem egy rövid folyamat, mivel egy ilyen apróbb tárgyat is órákig készít egy ilyen gép, gondolhatjátok, hogy egy házat napokig, hetekig, de akkor is elképesztő belegondolni, hogy egy gép megcsinálja neked teljes alapot. És ugye ez a napjainkban van, gondoljatok bele, hogy 20 vagy 30 évvel később hova fejlődhet ez az egész. Valószínűleg nem csak egy kis figurát lehet majd vele létrehozni. Építhetünk majd velük gépeket, valószínűleg sokkal elérhetőbb lesz, mivel ahogy fejlődik, úgy a régebbi, valószínűleg annál értéktelenebbé válik. Tehát, hogyha nem lesz a legtöbb ember számára elérhetetlen, mivel most azért az árát eléggé meg kell fizetni, gondolok akár milliókra, és ez csak egy ilyen kisebb gép. Ez a technológiával lehet bútorokat létrehozni, különböző építményeket, jót fog tenni az építészetnek, az éttermeknek és mindenkinek. Az orvosi technológia. Ez egy eléggé érdekes megközelítés, hiszen egészen valószínű, hogy 2050-re eljutunk odáig, hogy a mostani orvosi technikák teljesen a múlt lesz. Már most is mondhatni, hogy eléggé a gépek körül forog a világ, és itt kapcsolódik be egy úgynevezett BCI technológia. Ezen keresztül az emberek agya tud csatlakozni egy számítógéphez, ahol is hozzá tudnak férni az orvosok szinte mindenhez. Mondhatni, olyan lesz, mint egy merev lemez. És úgy fogják látni az agyban a dolgokat, mint hogyha azok például fájlok lennének. Gondolok itt az emberek adott bajára, de le lehet majd kérni az emlékeket is, fájdalmakat, mindent, és így sokkal könnyebb lesz az orvosoknak dolgozni, mivel teljesen egyszerűen le fogják tudni kérni az adott információkat. Persze ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, egyáltalán, hogyha valami hasonló irányba fog menni a világ, mert az is lehet, hogy egyáltalán nem. Sajnos ezt nem lehet előre megmondani, és az biztos, hogy amikor kijön egy új, komolyabb technológia, az szinte megfizethetetlen ár, és tényleg csak a nagyon luxus körülmények között élő emberek tudják ezeket kihasználni, szóval ezekre még várni kell. Az űrkutatás, az űrutazás. Szerintem mondanom sem kell, hogy az űrkutatással foglalkozó hatalmas nagy cégek, mint például a SpaceX, folyamatosan a forradalmasításra törekednek, ezért is tesztelgetnek különböző rakétákat és újabbnál újabb technológiákat, még ha be is sülnek, mivel csak így lehet egyről a kettőre jutni. De ami egészen valószínű, hogy el fog jönni 2050-ig, az az űrturizmus, ami azt jelenti, hogy teljesen elérhetővé fog válni emberek számára az, hogy egy adott pénzért felmehessenek, majd lejöjjenek és körbenézzenek. Hát valószínűleg ez egy nagyon luxus termék lesz, még akkor is, és szinte senki nem fogja megengedni magának, kivéve azok a nagyon-nagyon felső emberek, akiknek leíratatlan mennyiségű pénzük van. A tanulás. Valószínűleg a jövő az oktatást is meg fogja változtatni. Igen, még
itthon is. De most meg lehetett a digitális tanulást tapasztalni, főleg így a járvány idején, és rengetegen valószínűleg elég nagy ihletet kaptak, hogy ebbe az irányba kellene talán tovább menni. A könyveket szerintem eléggé egyértelmű, hogy nem feltétlen fogják használni 2050-ben is. Bár ez még nem derül ki, mindig is kérdés lesz, mivel rengeteg ember van, aki inkább ezt preferálja, úgy mint például az üzemanyag kérdésnél, hogy valaki pedig az elektromos autókat utálja, és soha nem cserélné le mondjuk a benzines autóját. Sokan azt gondolják, hogy robotok fognak tanítani, ők fognak AI módszerekkel vázlatokat írni, de hogyha engem kérdeztek, ez valószínűleg nem fog megtörténni, mivel egyszerűen hatalmas meg. A metaverzum. Sokan úgy gondolják, hogy a mindennapi életet teljes mértékben le fogja váltani a metaverzum, és sokan teljesen ebben szeretnének élni, bár én inkább eléggé bizarnak mondanám ezt az egészet, mint hogy szórakoztatónak. Én már olyat is hallottam, hogy van, aki azt mondta, azt állította, hogy esélyes, hogy alapból egy ilyen verzumban vagyunk, csak ez már az a annyira tovább fejlett, amit látsz minden nap. Elmész dolgozni, hazajössz, vásárolsz, és teljesen egy szimulációban élsz. Írd le kommentbe, hogy te hülyeségnek tartod ezt, vagy egyetértesz vele. A pénz. Ez az egyik olyan dolog, ami valószínűleg elég hamar lesz váltva, mivel teljesen felesleges kézben tartani a pénzt, pontosabban a készpénz lesz leváltva, már most is az emberek hatalmas része inkább kártyán tárolja, kártyával fizet, telefonnal, sokkal több digitális fizetőeszköz lesz, mint például a bitcoin, nézzétek meg, és szép lassan majd kezdik átvenni a készpénz helyét. Mivel hogyha belegondoltok egyébként, tényleg ez lenne a reális, esetleg azok fognak sírni, akik flexelésképpen használták. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha élvezted ezt a videót, kérlek iratkozz fel és nyomj egy lájkot, és nézd meg ezeket is, valószínűleg nem fogsz csalódni. Találkozunk legközelebb, sziasztok!